kormányzatok nyakába, de ez nem mutatja meg a finanszírozást, az ehhez való források hozzáférését. És úgy zúdítja a feladatokat az önkormányzatok nyakába, hogy közben elveszi tőlük az erőforrásaik és eszközeik gerincét képező tűzoltóságokat. Ezzel a lépéssel az LMP semmiképpen nem tud egyetérteni. Szerintünk a rendfenntartáshoz hasonlóan a tűzoltóság, vagy a tűzoltás és a tűzmegelőzés is eredendően közösségi önkormányzati teendő lenne. A katasztrófa védelmi törvény tervezete a Fidesztől az elmúlt hónapokban már megszokott trójai falu jogalkotás mesterműve, eredendően környezeti, éghajlati, időjárási katasztrófák megelőzéséről és kezeléséről kellene szólni. Valójában azt iktatja törvénybe, hogy hogyan lehet az ország humán és tárgyi erőforrásait állami rendelkezés alá vonni, katasztrófa védelemre való hivatkozással. A törvény érinti és jellemzően korlátozza az adatvédelmet, a mozgásszabadságot, a tulajdonhoz való jogot, a jogalkotás rendjét és a jogorvoslat lehetőségeit, leginkább alapvető jogokat korlátoz, amelyek az európai demokráciákban, és mi Magyarországot is ide soroljuk, nem szokás megkérdőjelezni. Jogállami nézőpontból elfogadhatatlan, hogy a veszélyhelyzet súlyosbotásának megelőzési céljából a gazdálkodó szervezet állami felügyelet alá vonható. Itt egy bizonyos szakasz szerint bármiben dönthet az állam, ugyanakkor ténylegesen minden döntésért és következményért a vállalati döntéshozó szerv lesz a felelős. A ténylegesen felmerült kárt megtéríti az állam azokra bizonyos esetekre, és arra az időpartamra, amikor olyan rendelet volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített. Ebből viszont az következik, hogy az állam alkotmányosan okozott kárt, ott nem kell térítenie semmit, ez a joggal való visszaérésre teremthet lehetőséget. Tisztelt Ház, az egész tervezeten átült, hogy itt a kolontári devecseri vörösiszap katasztrófa ügye ihlette meg. Természetesen ez egy akkora krízis volt az ország történetében, hogy mindenképpen felveti ezt, hogy ezzel kapcsolatos intézményrendszert felül kell vizsgálni, de nézzük azt, hogy lehet egy területileg és időben korlátlan hatályú szabályozást egy rendkívüli Magyarország területén példátlan katasztrófa helyzetből levezetni az egész szabályozást. Melyek voltak a kolontári esetnek a nagy tanulságai? Ezt a időközben publikált kolontári jelentésünkben bőven kifejtettük, de minden esetre leszögezhetjük azt, hogy abban a bizonyos krízis helyzetben, azokban az órákban és napokban mondhatjuk azt, hogy jól vizsgázott a katasztrófa védelem. Már elmentek az egyenruhás urak, de mindenképpen meg szeretném neki köszönni, hogy helytálltak ebben az időszakban. Viszont egyéb tanulságok is vannak, nevezetesen az, hogy mennyire felkészületlenül ért minket ez a katasztrófa. Bár majdnem minden családnak van valamiféle érintettsége, valamiféle kötődése a MAL ZRT-hez, hiszen nagyon sok családból dolgoznak ott emberek. Mégis az emberek, mintha nem tudták volna, hogy milyen potenciális veszélyforrás árnyékában éldegélnek, teljesen felkészületlen érte őket az, hogy mi zúdult a nyakukba. A hatósági felügyelet teljes hiánya bontakozott ki a kolontári katasztrófa kapcsán, és ezt nagyon komolyan és mélységében elemeztük, hogy az eddigi kormányok milyen mulasztásokat tettek azért, vagy abban a tekintetben, hogy folyamatosan építették le a környezetvédelmi és építési hatóságokat, és ezért rengeteg olyan felügyeleti, ellenőrzési esemény elmaradt, amivel meg lehetett volna előzni ezt a katasztrófát. Eléggé koordinálatlannak tűnt azokban a napokban és az utána lévő hetekben a civil és önkéntes felajánlásoknak a helyzete. Nagyon sokan vittek oda önkéntesen segítséget, akár izomerő, akár összegyűjtött ruha vagy pénz formájában, és ez nem mindig került a jó helyre, pusztán szervezetlenségi okokból. Rávilágított a katasztrófa arra, hogy milyen pszichológiai és mentálhigiénés helyzetek adódhatnak egy ilyen helyzetben, és ez bizony akár évtizedeken keresztül is fennállhat, és egy rendes katasztrófa védelmi apparátusnak bizony erre is kell figyelni. Ez, én azt gondolom, hogy abban az esetben és azóta is leginkább csak elmaradt, és én ezt nagyon nagy hiányosságnak gondolom.
A kártalanítás lassúsága és döcögése is felhozható, ami mindenképpen, én azt gondolom, az egész katasztrófa védelemhez hozzá kellene, hogy tartozzon. És akkor jönnek aztán a hosszú távú feladatok, a tájrehabilitáció, a tájhasználat újragondolása, hogy azon a környéken hogyan lehet majd mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást művelni, lehet-e állatokat tartani, és így tovább. Ezek még mind-mind eldöntetlen kérdések, és egyáltalán a távlatok, a hosszú évtizedekre nyúló távlatok, és a közösen kidolgozott társadalmi jövőkép, én azt gondolom, abszolút hiányzik abban a térségben. Teljesen bizonytalanok az emberek. Még egy dolog, az információval való ellátása a lakosságnak, ugye krízis helyzetben különösen fontos lenne. Én a katasztrófa utáni hetekben többször voltam a helyszínen, lakossági fórumokon és egyéb beszélgetéseken, és feltűnt az, hogy mennyire bizonytalanságban élnek ott az emberek, akár a vagyonukat illetően, akár pedig az egészségi kilátásaikat illetően, és nyilvánvalóan a katasztrófa védelmi apparátusnak erre kiemelten kell figyelni, hiszen ezekben a helyzetekben az emberek sérültek, vagy fizikailag, vagy mentálisan, vagy éppen vagyonukat tekintve, és nyilván érzékenyek, és egyfajta félelemben, szorongásban vannak, és ez csak nagyon pontos és lelkiismeretes tájékoztatással lehet valamilyen módon kezelni. Azért mondom mindezt, tisztelt ház, mert én azt gondolom, hogy a modern katasztrófa védelemnek elsősorban a békeidőkről kell szólni. Ez a törvénytervezet jól-rosszul kezeli azt, hogy mi a teendő egy küszöbön álló veszélyhelyzet esetén, és mi a teendő a közvetlen élet, környezet és vagyonvédelem körülményei között. Tehát ez a törvénytervezet erre a fázisra szűkíti le a teendők listáját, holott van egy megelőzési fázis, ami azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon gyenge, és nincsen meg ennek a kultúrája se a környezetvédelemben, se mondjuk az egészségvédelemben. Tehát megelőzés, az infrastruktúrális, testi-lelki felkészülés egy esetleges eseményre, egy potenciális katasztrófára. Kérdezem én, vajon tudják-e a Balaton fűzfő környékén élő települések, hogy mi minden történik ott, és mi minden veszélyes anyag van oda felhalmozva. Tudják-e az odalátogató turisták, hogy mi a teendők abban az esetben, hogyha ne adj Isten valami történik. És ugyanígy sorolhatnám, tudják-e az emberek, hogy egy nukleáris katasztrófa esetén mi a teendő ebbe az országban? Én azt gondolom, hogy nem tudják. Ahogy a kolontáriak, devecseriek sem tudták azt, hogy milyen veszély leselkedik rájuk, és mi az ő teendőjük a nagyon nehéz időkben, ugyanúgy nem tudjuk mi sem, hogy mi minden leselkedik ránk. Tehát a megelőzés, a katasztrófákra való felkészülés, én azt gondolom, abszolút hiányzik ebből a törvénytervezetből, és ez a legnagyobb fogyatékossága. És hiányzik az utánkövetés fázisa, tehát amikor túl vagyunk a közvetlen életvédelmen és környezetvédelmen, akkor még évtizedekig is eltarthatnak a feladatok. Akár egy nagy árvíz után, akár egy ilyen kolontár típusú ipari katasztrófa után, nem beszélve ennél nagyobb ipari katasztrófákról. Itt nagyon sok mindent kell rendezni, és ez nem megy egyik hónapról a másikra, és én azt gondolom, hogy ugye éppen a napokban költöznek benne Devecserben, az új házakban az emberek, de még hónapokon keresztül nagyon komoly problémákkal kell majd szembenézniük a tavaly októberi katasztrófával kapcsolatban. Tisztelt ház, kitűnik a javaslatból, hogy a Fidesz számára az önrendelkezés, a lelkiismereti szabadság üres fogalom, és ezzel az államnak nincsen semmi dolga. A törvénytervezet alapján mindenki polgári védelemre kötelezhető, és bár békeidőben ennek az ideje meghatározott, könnyű visszaélni ezen paragrafusok alapján, hiszen egy személyi döntéshozás, a polgármester felelőssége van itt csak megjelölve, és ez ellen való jogvédelem nincsen biztosítva. Veszélyhelyzet esetén pedig már egyáltalán nincsenek korlátok. Egyes személyek bármeddig foglalkoztathatók, és a személy kiválasztása megint csak egy személy önkényétől függhet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez pontosabban legyen szabályozva, hogy ne lehessen ezzel semmilyen módon visszaélni, és pont ezekben a helyzetekben, amikor egy nagyon nagy krízissel kell szembenéznünk, rengeteg akut teendőnk van, akkor
nem lehet olyan helyzetben keveredni helyben, hogy a polgármester esetleg szembe kerül, és elvi vitákba kerül az állampolgárokkal. Bárki humán és tárgyi erőforrása használható kártalanítás nélkül, mondja az egyik passzus, majd egy másik mégis belenget valamiféle kárpótlást a vagyoni hátrányokért, úgyhogy ellentmondásos ez a szöveg ilyen tekintetben, ezt mindenképpen fontos lenne módosító indítványokkal korrigálni. Említettem a bevezetőben, hogy a megelőzés elvének hiánya mennyire fájó ebben a törvénytervezetben, és hogy mennyire ellentmondásos az, hogy hogyan tudunk forrásokat felhalmozni annak érdekében, hogy egy bekövetkező katasztrófa esetén, sőt a katasztrófák megelőzése esetében legyen elegendő költségvetési vagy egyéb forrásunk. Az úgynevezett katasztrófa védelmi alapba befizetendő 0,1%-os kvázi adó, én azt gondolom, szembe megy a biztosítási és biztosíték adási kötelezettséggel, és ennek a céljával és filozófiájával. Mi nem ezt az eszközt javasolnánk, már csak azért sem, mert ezek az összegek egy általános alapba kerülnek, ahonnan állami szerveket fogunk finanszírozni, magát a katasztrófa védelem egész masinériáját, pedig hát ezt a központi költségvetés kéne, hogy megtegye. Központi költségvetésnek kell erre a katasztrófa védelmi intézményrendszerre mindig félretenni elegendő pénzt, sőt, hát a Viszmajor alapokat is mindig kellően fel kell tölteni, hogy a bekövetkezett eseményeknél is legyen mihez nyúlni. Míg a biztosítás és biztosíték a potenciális károkozó személyéhez kötődik, és én azt gondolnám, hogy ez lenne a helyes út, és az ő által okozott kár orvoslására szolgál, és a mértéke arányos a díjfizető tevékenységének kockázataival, hatékony és ösztönző, és megelőzésre ösztönző eszköz, addig a mindenkitől egyfolytán behajtott díj senkit semmire nem ösztönző, és abszolút nem átlátható, hogy aztán mire költjük és hogyan használjuk föl. Nincsen szó ebben az esetben tehát semmiféle környezetvédelmi célról, az állami feladat magánforrásból való megoldásáról van szó csupán, jobbára az érintett ellentmondási joga nélkül. Ráadásul hasonló elvonása jelenleg érvényes szabályozásban létezik, és az eddigi tapasztalatok szerint semmilyen módon nem szolgálta a katasztrófák megelőzését. Finanszírozási szempontból nem nyújt megoldást, mivel a tényleges károkat és kockázatokat nem kezelheti, ezt láttuk Kolontárnál, hogy mire elég az, amit a cég félretett a biztosítónál, és a Kolontár vagy egy valódi vegyüzemi robbantásnál sokkal nagyobb forrásokat kell megmozdítani. Egy újabb átláthatatlan pénzköltési rendszert hozna létre ez a bizonyos elvonás, és a biztosítási piacot egész biztosan fel is borítaná, tehát egy ilyen elvonást mi nem javasolunk. Egy olyan tevékenységi körről van szó, ahol a kockázatok jól kalkulálhatóak és forintosíthatóak. Még egy atomerőművi balesetnél is meg lehet ezt tenni, be lehet árazni a károkat, és nem tartjuk helyesnek, sem elfogadhatónak, hogy egy ilyen fűnyírószerű elvonást hozzanak be a jogrendbe. Újabb trükközés ez a kormányzat részéről, mert befizetési hozzájárulásként beszél erről, és nem adóként, és nem is lehet nyomon követni és aránytalanság címen megkérdőjelezni, és az állam nem ad érte konkrét ellenszolgáltatást. Nem látjuk, hogy mi lesz ennek a forrása és hogyan fog működni. És én azt gondolom, hogy ez a 0,1%-os elvonás, ez nem is feltétlenül tisztességes, hiszen a gazdasági tevékenységek kockázata nem egyforma, és akinek nagy kockázatú tevékenysége van, annak sokkal nagyobb mértékben kellene viselni a felelősséget. Tisztelt ház, elnagyoltak és pontatlanok a szövegben szereplő definíciók, és különösen a katasztrófa fogalmát emelném ki. Ez a törvény a katasztrófa fogalmát valamiféle állapotként vagy helyzetként definiálja és statikusan értelmezi. Ezzel szemben az angol szász nomenklatúrában a katasztrófa egy veszély vagy kockázat megvalósulása, egy esemény, vagy pedig az eseménynek egy közvetlen bekövetkezési lehetősége, és én azt gondolom, hogy szemléletében is teljesen más. A testi épség nem szerepel a definícióban, a környezet pedig nem szerepel a fenyegetett elemek között. Valójában egy leszűkített, vagyonvédelmi szemléletű meghatározást tartalmaz ez a szöveg.
Általánosságban is hibának tartjuk, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre van kiélezve a javaslat, a természeti katasztrófák vagy például a szállítás háttérbe szorulnak. A veszélyes anyagok, létesítmények, vészhelyzetek egymásra hatásának problémája nem bukkan fel a tervezetben, például hulladéklerakók árvíz esetén, vagy atomerőművek földrengés esetén vízszennyezés vagy vegyi katasztrófa egymásra hatásai nem jelennek meg a szövegben. Feltűnően hiányzik a szövegből annak tudatosítása is, hogy a lakosságnak ismerni kell, hogy milyen katasztrófa esetén milyen magatartást kell tanúsítson, ezt jól illusztrálja a kolontári eset. És az ehhez szükséges ismereteket kinek és milyen módon kell biztosítani. Holott ez, mint a kolontár esetében bebizonyosodott, sokkal hatékonyabban védheti az emberéleteket és a vagyont, mint a lakosság nagyon részletesen szabályozott mozgósíthatósága. Szintén a definíciók témakörébe tartozik, hogy a védendő adat fogalmának meghatározása nincs összhangban az adatvédelmi törvény előírásaival, az a lehetőség pedig, hogy az üzemeltető határozza meg az üzlet, üzleti titkok körét, súlyos kockázati tényező lehet a katasztrófa védelem szempontjából. A tervezet a polgári védelem szabályozásával is foglalkozik, egy jogállamban meglehetősen furcsának tűnő szemlélettel. A jogszabály katasztrófa helyzetben adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési és szolgálatadási kötelezettséget ír elő az állampolgárok számára, utóbbi kettőt a polgármester határozatban rendeli el. Valójában egy második katasztrófa védelmi hadtest felállításáról, a lakosság mozgósíthatóságának törvénybe foglalásáról van szó, olyan honvédelmi jellegű elemekkel, amelyek semmiképpen nem tartoznak a katasztrófavédelem tárgykörébe, esküvel és egyenruhával és így tovább, ezt nem illusztrálom, de például nem tisztázza a javaslatot, hogyha valaki nem akar tagja lenni ennek a szervezetnek, akkor megteheti-e. Nem tisztázza továbbá, hogy a mozgósításos jellegű polgári védelem és a professzionális katasztrófavédelem feladat megosztása, szervezeti kapcsolódása milyen. Tisztelt Ház, különösen problémás pontja a javaslatnak a tűzoltóságok államosítása. Ilyen lépésre a Magyar Tűzoltóság 140 éves múltjában csak a 44-45-ös nyilas és az 52-es éveket követő kommunista időszakokban történt eddig. Az Európai Uniós normák szerint a szubszidiaritás, a helyi ügyeket helyben kell rendezni elve, súlyosan sérül az önkormányzatok szerepét érintő változtatásokkal. Ráadásul az állam olyan felelősséget vesz magára, aminek a több mint 100 milliárd értékű ingó és ingatlan vagyon átvételével sem lesznek meg az alapjai. Az államosítás ellen számos racionális és történelmi érv szól. A világban nagyon sok helyen működik jól önkormányzati szférában a tűzoltóságok. Ezeket a mintákat át lehet venni, és a jelenlegi rendszert lehet érdemben csiszolni, sőt szerintem kell is. Hamis érv a szakmai ellenőrzés hiányára hivatkozni, és arra is, hogy ellehetetlenült a hibák korrigálása, a felelősségre vonás. A hazai tűzvédelem mindennapjait mindig is szigorú szabályok határozták meg, mindig voltak ellenőrzések, és számon is kérték a végrehajtást is. Az állami tűzőrségek felállítására a legdrágábban működtethető, a helyi polgárok önkéntes feladatvállalását nem befogadó szervezeti forma alakul. Felvetődik a kérdés, készült-e költségelemzés erre vonatkozóan. A javaslat ezen része is gazdag az inkoherens, önellentmondó és logikátlan részletekben. A települések némelyikénél, mint lehetőségként jelenik meg a hivatásos tűzoltóság, míg másoknál, mint kötelezettségről beszél a tervezet, lehet önkormányzati tűzoltóság vagy önkéntes tűzoltó egyesület, és különbséget tesz önkormányzat és önkormányzat között a törvény. Az állami tűzoltósággal rendelkező nagyobb lakosságszámú, gazdagabb települések lakói ingyen kapják meg a tűzoltási és műszaki mentési szolgáltatást, míg a kisebb lakosságszámú és városoktól távolabb levő településeknek gyakorlatilag fizetni kell érte idézőjelben. Esetleg önkéntesen részt kell venni a saját védelmében, hogy ugyanolyan ellátást kapjon. Ez súlyosan sérti az esélyegyenlőséget, első és másodrendű állampolgárokra osztja az országot. Ráadásul semmilyen utalás, érdemi törekvés nincs a törvényben az önkéntességre való hajlandóság ösztönzésére. Attól, hogy egy szervezetet önkormányzatinak nevezünk, a szervezet még nem lesz valóban önkormányzati. Miért nevezték el pont önkormányzati tűzoltóságnak az
tűzoltóságnak az eddigi önkéntes tűzoltóságokat. A köztestület számos jellegzetessége hasonlít a társadalmi szervezetre, ezért indokolt a két szervezet közötti elhatárolás. A köztestület és a társadalmi szervezet közötti fő különbség a célban és az önkéntességben, illetve a megalakulás törvényi alapjában van. A társadalmi szervezet céljai meghatározásnál a jogszabályi tilalmait kell, hogy figyelembe vegye, ami azt jelenti, hogy a társadalmi szervezet bármilyen célra létrehozható, amely célkütőzés nem ütközik jogszabályba. A köztestület ezzel szemben csak közcélok érdekében hozható létre, tehát nem minden esetben közfeladatot kell ellátnia, amely feladatot korábban az állam vagy önkormányzat látott el, vagy kellett volna ellátnia. A köztestület létrehozásával ez a feladat már nem minősülhet állami önkormányzati feladatnak, amiből következik, hogy az állami feladatok újraelosztásának is be kell következnie a köztestületek létrehozásával. Szükséges a tevékenység feltételeinek a megteremtése, azaz a szakmai, gazdasági vagy egyéb tevékenységhez szükséges igazgatás megvalósítása. Ebből az is következik, hogy a köztestületként működő önkormányzati tűzoltóságok működési területtel kell, hogy rendelkezzenek. Az önkéntes tűzoltóságok létrehozásának nincsen egységes elvi formája, hol, mikor, miért hozhatók létre, vagy kinek kell létrehozni, én azt gondolom, hogy ezt szabályozni lenne érdemes. Az önkormányzati tűzoltóság köztestület parancsnokának kinevezéséhez a területi katasztrófa védelmi szervezetőjének egyetértése szükséges, ez sérti a szervezet önrendelkezését és autonómiáját, ellentétes a PTK-val és az Egyesülésről szóló törvénnyel is. A költségfedezet egységes normarendszere sincsen kidolgozva és nincsen rá utalás, ez visszaélési lehetőségekkel jár, hiszen az egyéni döntéseknek ad teret. Az önkormányzati tűzoltóságot a katasztrófavédelmi szervezet területi szerve és az állami hivatásos tűzoltóság is ellenőrzi. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint az ügyészség is, ez így azt gondolom, hogy kicsit sok lesz ezeknek a testületeknek a nyakában, ez biztosan egyértelműbben kellene szabályozni. Az önkéntes tűzoltóságoknál nincs rangjelzés, a szakmai hierarchiát beosztási jelzések szemléltetik. Itt is valamiféle kavarodást látunk a törvény szövegében, hogy milyen legyen a hivatásos tűzoltók rangjelzése, vagy az önkéntes tűzoltóságokon használt beosztási jelzés. Erre nem térnék ki részletesebben. Tisztelt ház, a javaslat érezhetően az önkéntes tűzoltóságok ellenőrizetlen, fegyelmezetlen működésétől való félelemre appellál. Ugyanakkor az önkéntes tűzoltóságok működésében az 1998-as megalakulások óta egyetlen ellenőrzés sem tárt fel olyan hiányosságot, amely megkérdőjelezné a tevékenységük szakmaiságát. A jelenlegi önkéntes tűzoltóságok a működési területükön bekövetkezett káresetek döntő hányadát, nem egy esetben 80-85%-át önállóan számolják fel. Ennek nagyságrendje nem tér el az eddigi hivatásos önkormányzati tűzoltóságoktól, vagyis a tervezet megszövegezőiben élő félelmeket a tények nem indokolják. Tisztelt ház, én azt gondolom, elég sok kifogást fel tudtam sorolni az előttünk fekvő törvénytervezettel kapcsolatban. Ezeknek egy része nyilvánvalóan módosító indítványokkal korrigálható. Minden esetre én azt gondolom, elég summás véleményt mondtam, és így talán megértik azt, hogy az LMP frakció számára ez a törvénytervezet nem támogatható. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt Országgyűr és a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és így most az írásban előre jelentkezett képviselőnek adom meg a szót. Korondi Miklós, a Jobbik képviselőjének felszólalása következik. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Volner János képviselőtársam már ismertette a Jobbik frakció szakmai véleményét a törvényjavaslata kapcsolatban. Engedjék meg, hogy én egy pár gyakorlatias gondolattal és észrevétellel járuljak hozzá ehhez a törvényjavaslatnak a vitájához. Magyarország alaptörvénye 45. cikk 3. pontjában foglaltak szerint a Magyar Honvédség közreműködik a katasztrófák megelőzésében, következményének elhárításában és felszámolásában. A törvényjavaslat továbbra is résztvevőként említi a honvédséget a katasztrófa elhárítás és a polgárvédelem területén.
Továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a katasztrófa elhárításvédelem, polgári védelem és a határvédelem egyértelműen honvédelmi feladat. Vezetésére és szervezésére lehetőségeinél és eszközeinél fogva csak a honvédség alkalmas, nem beszélve annak költséghatékonyságáról. Bármelyik katasztrófának, különösen a váratlanoknak van egy olyan kezdeti szakasza, amikor pánik hangulat alakul ki. Az érintett menti a menthetőt sokszor életek kockáztatásával is. Van, aki ész nélkül menekül, van, aki segíteni akar, van, aki információt gyűjt, van, aki önálló megoldásokat szervez. Legtöbbjét a segítő tenni akarás vezérli, nem gondolva arra, hogy tevékenysége nem illik bele az összegészbe, akadályozzák egymást, a valóban szükséges csoportok munkáját. Ezután azt hiszem, kimondhatjuk az első feladatot, a lehetőség szerinti rend megteremtése a katasztrófa sújtotta területen, ahol külön kell választani a kárt elszenvedőket és a segítőket a fő feladat az életmentés érdekében. Ezzel párhuzamosan legalább ilyen fontos a további veszélyhelyzet megszüntetése. Ha kell, egyszerű lezárással, ha kell, sürgős kitelepítéssel, ha kár, kell, más műszaki megoldással. Ezeket a legfontosabb feladatokat követhetik az anyagi károk mérséklésére, következmények felszámolására irányuló tevékenységek. A részletek már sokkal bonyolultabbak. Két irányból közelíthetjük meg a megoldási lehetőségeket, ami az objektív helyzetből adódik. Vannak a kárt elszenvedők és a kár elhárításban segítők. A két oldal kapcsolatát egy nagyon kemény, de ugyanakkor kreatív, határozott vezetésnek kell összekapcsolni. Az első és legfontosabb kapaszkodó az adott területre fennálló veszélyhelyzet. Ha a földrengést kizárjuk, szinte minden fennálló katasztrófa veszélyre készíthető valamiféle prognózis. Lehet ez árvíz, téli elemi csapás, ipari katasztrófa, tömegrendezvény. Egyes építmények milyen határig bírják a viharokat, elvezethető-e a lehető legnagyobb mennyiségű csapadékvíz, és még számtalan veszélyforrás lehet a közműhálózatból, az erdőtűzből, az öngyulladásos tőzegmezőkből eredően. Ezt a veszélyelemzést érvényes törvényeink rábízzák az önkormányzatokra. Nekik viszont sem hozzáértésük, sem pénzük, sem információk nincs a védelmi tervek elkészítéséhez. Ha a kolontári polgármesternek lett volna egy vázlata a vörös iszap lezúdulási útjáról, esetleg még egy riasztási rendszer is működött volna a sár mozgásáról a falu irányába, lehet, hogy most nem lennének gyászoló családok Kolontáron. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezt a veszélyhelyzet tervezést, törvény ide vagy oda, nem lehet segítség nélkül az önkormányzatokra bízni. Ezért célszerűnek látom, egyben javaslom a megyei közigazgatás keretén belül katonai közigazgatás címen egy összevont szervezet létrehozását, a jelenlegi polgári védelmi katasztrófa elhárítási, védelmi bizottsági, kiegészítő parancsnoksági állományokból. Meglévő feladataik mellett, melyet így még hatékonyabban tudnának ellátni, feladatuk lenne megyéjük katasztrófa kitettségének elkészítése, a feltételezhető veszélyforrások elleni tevékenység tervesítése. Meg kell változtatni az ellenőrzések jogi alapját is. Tulajdonviszonyoktól függetlenül szigorú, állami kézben tartott szakhatósági ellenőrzést kell bevezetni. A mentettek, kárt szenvedettek oldaláról még két igen fontos elemet szeretnék kiemelni. Az egyik az állandó tájékoztatás, a másik a logisztikai ellátás. Nem hiszem, hogy a tájékoztatás szükségességét bárki kétségbe vonná. Gondoljunk csak arra az emberre, aki esetleg családtagjáról nem tud, nem ismeri vagyona sorsát, nincs információ állatairól, nem ismeri sem közeli, sem távolabbi jövőjét. Az információ átadás gyakoriságát, minőségét nem lehet meghatározni. Állandónak és egyben személyre szólónak kell lennie. A félinformáció vagy nagyvonalú általános odavetés gyakran károkat okoz. A logisztikai ellátásuk a napi ellátástól az egészségügyön át, az elhelyezésig szigorú, centralizált vezetést igényel. Alapszabály, hogy a károsultakat mások ellátásával terhelni nem szabad. Gyakori eset az árvíznél, a vörös iszapnál is előfordult, hogy az érkező segítő csoportoknak nincs szállása, étkezése, megfelelő felszerelése.
ezért aztán tenni akarásukkal több galibát okoznak, mint a segítség haszna. Szintén sokszor hallható, tapasztalható a felesleges, rossz ütemben vagy rossz helyre érkező adományok okozta gondok. Nem kérünk többet ruhát, nem kérünk romlandó élelmiszert, az építőanyagot, bútort, háztartási gépeket pedig nem kérjük. Minden ellátási, elhelyezési, felszerelési anyag fogadása, mozgatása igénye pontos tervezést és szervezést igényel. A felsoroltak úgy érzem elegendő indokot adnak arra nézve, hogy a logisztikai biztosítás a károsultak oldalán szigorú centralizmust követel, legyen az adomány vagy ellátási kötelezettség. Minden logisztikai mozgás csak az e feladattal megbízott ideglenes szervezet jóváhagyásával történhet. A kárelhárításban, megelőzésben dolgozók csoportja 1000 apró elemből tevődik össze. Ha csak szervezeteiket tekintjük, már akkor sem biztos, hogy valamennyit sikerül felsorolni. A katasztrófa elhárítás, a rendőrség, a honvédség, a polgári védelem, az egészségügy, a közműhálózatok fenntartói, a Vörös Kereszt, a speciális mentőcsoportok, a különböző szaklaboratóriumok, mérnökcsoportok, geológusok, önkéntes csoportok, karitatív szervezetek, a közútkezelők, a vízügy szervezetei, meteorológusok, veszélyes üzemek szakmérnök csoportjai, bányamentők, tűzszerészek, és még az is lehet, hogy most csak a felét soroltam fel. Ha még áttekintenénk az egyes felsorolt szervezetek több tíz vagy száz szellemi és fizikai képességét, több ezer kis építőkockát kapnánk, melyek célszerű alkalmazásának képessége adja a legeredményesebb védekezést. Mit is lehet?